Ez itt a Dörmögő Dömötör Rádió adása reggel 7-kor. Egy picit korai hangulatban próbálom nektek most elmagyarázni, hogy hogyan is szakadt három részre az ország. Úgyhogy bele is csapunk. Ugye Mohácsnál maradtunk legutóbb, és elolvastátok és megtanultátok azt, hogy milyen út is vezetett ahhoz, hogy második Lajos alul maradt első nagy Szulejmán seregeivel szemben a mohácsi csatatéren. Azt, hogy azután mi következik, azt most fogjuk így a mai anyagban átbeszélni és tematizálni. Jó, nyilván sejtetitek, hogy a cím sokat mondott, hogy a vége az lesz, hogy három részre fog szakadni. Az egykoron sokkal szebb napokat is megért magyar királyság. De ne szaladjunk annyira előre, számoljunk először csak kettőig, jó? Lajos halála után két trón jelöltünk van, az egyik az Habsburg Ferdinánd, tudjuk ugye, hogy a 5. Károly német-római császárnak, akiről már beszéltünk, ő az öccse, a másik pedig Szapolyai János, az erdélyi vajda, róla is esett már két ízben szó. Ugye egyrészt ő volt az, aki a dózsaféle parasztlázadást Temesvárnál leverte, másrészt pedig ő volt az az erdélyi vajda, aki Mohácshoz késve érkezett oda a seregeivel, ezért nem tudott már bekapcsolódni a mohácsi csata lefolyásába. Szapolyait ezért egyébként sokan nem is nagyon szeretik, többen a szemére rótták már, hogy ő szándékosan késlekedett Mohácsnál. Hát ez szerintem picit ilyen utólagos gondolkodás, nem vagyok benne biztos, hogy neki célja volt azzal, hogy megtorpedózza királyának a küzdelmét a török ellen, ugyanis ez neki se volt aztán túl jó. Na, itt van a két úriember. És ugye láttátok, hogy feltettem a miért kérdéseket is. Ferdinándot mi jogosítja fel a magyar trónra? Ugye az, hogy köttetett egy Habsburg-Jagelló házassági szerződés, ugye a megboldogult II. Lajosnak duplán is a sógora volt. Mögött áll a nagy testvér, tehát 5. Károly német-római császár, gyakorlatilag az egész német-római birodalom, mondhatni. Ennek katonai jelentősége is van, tehát a német területekről tud erős zsoldos sereget toborozni, és egyébként a magyar főnemeseknek is, a magyar bároknak is egy tekintélyes része Ferdinánd mögött áll, mert ugye a töröktől való megmaradásuknak a zálogát látják abban, hogy egy erős külföldi háttérrel rendelkező királya lesz az országnak. A másik oldalon pedig a már említett, ahogy látjátok, Johann von Gottes König von Ungarn, ez Szapolyai János, aki az erdélyi vajda, ő se kispályás játékos egyébként, tehát az egyik legnagyobb földbirtokos a magyar királyságban. Őt leginkább a köznemesség támogatja, és szabad királyválasztók, emlékeztek a köznemeseknek a rákosi végzésére 1505-ben, ahol kimondták azt, hogy nem kell nekünk többet idegen király, se Jagelló, se Habsburg, hanem bizony, mi nemzeti királyt akarunk választani. Tehát a köznemesség az Szapolyai mögött áll, de vannak olyan főurak is, leginkább a keleti országrészen, akik szintén őt támogatják. Mint láthatjátok, mind a kettőjük neve mellett ott van egy évszám, hogy mikor uralkodtak. Ez azt jelenti, hogy mind a kettő király lett. Ferdinándnál egyébként a koronázás az 1527 lesz, tehát egy évvel később, de így most 26-tól számoljuk, hogy egyszerűbb legyen. Nyilván a két fél kenyértörésre viszi a dolgot, tehát ki is tör a háború kettőjük között, és várható, hogy a Habsburg segédhadakkal megtámogatott Ferdinánd lesz az erősebb. Ő már 1527-ben gyakorlatilag az egész országot elfoglalja, és Szapolyainak el kell menekülnie Lengyelországba.
ahol egy olyan eszközhöz nyúl, ami, hát igen, amit szintén nagyon sokan felrónak neki, azért, hogy visszaszerezze az országot, nem mással köt szövetséget, mint a törökkel. Tehát Szulejmánhoz fordul, és segítséget kér tőle, hogy visszaszerezhesse az országot Ferdinándtól. A kérdés, hogy hogy áll ehhez a problémához Szulejmán? Ugye Szulejmánról tudjuk, hogy ő Bécs felé kacsingat, első körben sikerült neki Mohácsnál gyakorlatilag megsemmisíteni a magyar királyság haderejét, de például Budát csak kifosztotta, utána pedig kivonult. Tehát ez egy ilyen, egyfajta ilyen kóstolgató, előkészítő hadjárat volt 1526-ban. És Szulejmán kifejezetten örül annak, hogy Szapolyai az ő segítségét kéri, és egyfajta vazallusi státuszt ajánl fel. Mit jelent ez a vazallusi státusz? Annyit jelent, hogy hát gyakorlatilag adófizetője lenne az ország az oszmán birodalomnak, tehát cserébe, hogy béké hagynak minket, adót fizetünk nekik, és egyfajta ilyen alárendelt szerepet töltünk be. Szulejmán ennek egyébként kifejezetten örül, neki tetszik azt, hogy az ország most jelenlegi állapotban ketté van osztva. Ugye korábban is ebben gondolkozott, tehát már Lajos alatt is azt szerette volna, ha az ország behódol, mert ő ugye Bécs felé akart haladni, neki is könnyebb lett volna egyszerűen csak átsétálni, mint itt katonai erővel elfoglalni erődítményeket. Ezért, mivel a Habsburgok az legfőbb ellenfelei, tudja, hogy Ferdinánddal biztos nem fog tudni megegyezni, de örömmel veszi azt, hogy Szapolyai úgymond behódol neki, és ezért örömmel segít. Egy 1529-ben egy nagyon komoly török sereg érkezik Magyarországra, és visszaszorítják Ferdinánd hadait. Nyilvánvalóvá válik, hogy Ferdinánd hiába erős, nem tudja az egész országot a török ellenében megtartani, így Erdély és a Tiszántúl újra Szapolyai kezére kerül. A török pedig rögtön megpróbálkozik 1529-ben Bécs elfoglalásával, ami egészen Bécs alá is jut, de ez az ostrom sikertelen lesz, tehát nem sikerül Bécset bevennie neki. Még egyszer egyébként 3 év múlva fog újra megpróbálkozni Szulejmán azzal, hogy elfoglalja Bécset, akkor Kőszeg alatt Kőszegig jut, ugye ez a híres nevezetes kőszegi ostrom 1532-ben. Nem írtam le a nevet, kérlek titeket, így jegyezzétek meg, ahogy mondom, Jurisics Miklós védte Kőszeg. Egyébként icipici várát, ami nem feltétlenül tudta volna megállítani egymagában a török sereget. Inkább az játszott szerepet benne, hogy már eléggé benne jártak a nyárban, és a török nem szeretett ősszel ostromolni, inkább a nyarat tekintette mindig a legfontosabb hódítási időszaknak, ugye az időjárás miatt is. És mire Kőszeg aláért, addigra Bécs környékén már megint egy elég komoly császári hadsereg verbuválódott össze Habsburg vezetéssel, és Szulejmán nem akarta megkockáztatni ezt a csatát, inkább visszavonult, és így Kőszegvára is megmenekült. Jó, ez attól függetlenül nem csökkenti a kőszegi védők érdemeit, tehát nyugodtan legyünk rájuk büszkék, mint az egyik sikeres várvédő akciónkra. És mit láthatjátok, foglaljuk egy picit össze. 1530-as évekre úgy néz ki az ország helyzete, hogy a keleti ország részen, tehát Erdély, Tiszántúl, a Erdély Parcium és a Tiszántúl, az ugye Szapolyai kezén van, aki a török támogatását élvezi. Az ország nyugati része pedig Ferdinánd uralma alatt van. Érdekes helyzet Buda vára, mert Budát ugye 29-ben megint csak elfoglalja Szulejmán, ezután viszont Szapolyai kezére adja, tehát Buda Szapolyai erősség lesz, amit aztán 1530-ban a császáriak meg is próbálnak majd megostromolni, úgymond, hogy visszavegyék, ami nem sikerül. Viszont elég egyértelmű lesz az,
vagy ketté szakad az ország, ugye ennek a ketté szakadásnak, bocsánat, ennek a ketté szakadásnak az lesz a következménye, hogy mind Ferdinánd, mind Szapolyai érzi, hogy egyiküknek sincsen akkora ereje, se Ferdinándnak császári támogatással, Szapolyainak meg hát török támogatással, se hogy az egész országot el tudja foglalni és egyesíteni tudja. Ezért megpróbálnak megegyezni egymással. Ez egy nagyon fontos megegyezés, és meg is kell tanulnotok. Ez a híres, nevezetes váradi béke 1538-ban. Ott is van a szöveg, és ugye a Szapolyainak például az aláírása is. Szapolyai akkor már elég idős, és az a békének a szövegezése, hogy ha ő meghal, és nem lesz fiú utódja, akkor fejezzék be ezt az ellenségeskedést, és akkor legyen Ferdinándé az egész ország, hát ha akkor sikerül Ferdinándnak a török ellen fellépni. Egy bibi csúszik a történetbe, egy apró kis probléma, hogy hiába öreg Szapolyai, szokták mondani, hogy öreg kecske, nem vén kecske, de bizony születik neki egy fia, és lesz utódja. Ez az utód pedig János Zsigmond, akinek hát Szapolyai halála után ketten viselik gondját. Az egyik ugye az édesanyja, Izabella királyné, Szapolyainak a hitvese, illetve Fráter György, a nagyváradi püspök lesz a fiúnak a gyámja, aki egyengeti ennek a gyermeknek úgymond a karrierjét. Ferdinándot ugyanakkor nem nagyon érdekli az, hogy egy gyermekül a keleti országrész trónján, ő megpróbálja elfoglalni az egész országot, és ezért 1541-ben megpróbálja újra visszafoglalni Szapolyaitól Budát. Budát Fráter György védi ekkor, és lent láttok majd egy jó linket. Ez egy nagyon érdekes ostrom, nem szeretem annyira a Wikipédiát, de ez szépen, gyönyörűen le van írva benne. Tehát ebből filmet lehetne forgatni konkrétan, hogy hogyan próbálták meg a császáriak és a császáriakkal szövetséges magyarok elfoglalni Budát, miközben megérkezett Szulejmánnak a hadserege, ami pedig felmenti, tehát széttöri az ostrom gyűrűt. Viszont Szulejmán, ekkor van ugye az a híres nevezetes jelenet, amikor, vagy nem is jelenet, hanem húzása Szulejmánnak, amikor ő hát elűzi a császáriakat Buda alól, és nem adja vissza János Zsigmondnak Budát, hanem tárgyalást színlelve, miközben tárgyalnak, a török katonák így beszivárognak a várba, és 1541. augusztus 29-én így gyakorlatilag kardcsapás nélkül elfoglalják. Tehát Buda most már se nem Ferdinándé, se nem Szapolyai, hanem 1541-ben gyakorlatilag a főváros az Szulejmán, azaz a török kezére kerül. És innen számoljuk, szintén ugye tudatosan, egyébként tudatosan időzítette a török a szerencse napjára. Emlékeztek? Augusztus 29-ben Nándorfehérvár eleste 21-ben, 1526-ban Mohács csata augusztus 29, és 41. augusztus 29-én elfoglalják a törökök Budát. János Zsigmondot amúgy kárpótolják, és egy erdélyi fejedelmi címet kap, vazallusi státuszban, tehát török adófizető lesz. Jó, itt láthatjátok Budának az ostromát, és a cikket, amit mindenképpen majd a prezentációból nyissatok meg, és olvassatok el, mert tényleg egy nagyon izgalmas és regényes történet. Meginkább nekem azt tetszett benne, hogy mikor a várat védő magyarok látták, hogy Szulejmánnak megérkezik a felmentő serege, és az ostromló császári és magyar, szintén magyar hadakat, Ferdinándbártiakat megtámadják, akkor próbáltak segíteni az eddig szemben álló magyarokon, hogy mégse folyjon annyi magyar vér. Tehát megpróbálták őket a töröktől megkímélni. Ez például egy nagyon szép mozzanat. Jó, mi történik ezután?
Fráter, ugye Erdélyben erdélyi fejedelem lesz János Zsigmond, a töröknek fizeti az adót, titokban viszont ugye a gyámja, aki gyakorlatilag a tényleges döntéshozó ekkor, mivel János Zsigmond még fiatal, az ez a Fráter György, ez titokban a Habsburgokkal is tárgyal, ugyanis Fráter Györgyöt azért kínozza az, hogy hiába védte ő Budát, Ferdinánddal szemben egyébként nagyon hatásosan, rátette a kezét a török. Tehát ő lelkiismeret furdalást érez, amiatt, hogy a török kezére játszotta gyakorlatilag Budát, ezért egyezkedni kezd Ferdinánddal, hogyha az visszafoglalja Budát, akkor megkapja a keleti országrészeket. Ez a gyalui egyezmény. Ez kicsit hasonló, ugye, mint a váradi béke volt. Telnek múlnak az évek, és több ilyen találkozó vagy titkos megbeszélés is van Ferdinánd és Fráter György között. És 1551-ben jön el az az idő, amikor Ferdinánd ténylegesen csapatokat küld Fráter György segítségére Erdélybe, hogy első körben Erdélyt szabadítsák fel a török adófizetés és a török befolyás alól. Viszont ez a sereg elég pici. Tehát Fráter György nézi, hogy ennyit küldtetek, ezzel én nem tudom kiverni a törököt, és ezért visszakozik. Tehát azt mondja, hogy nem, mégis maradunk török adófizető, és megpróbálja visszacsinálni ezt a dolgot, viszont már túl késő, ráadásul megbízhatatlannak tűnik Castaldo szemében, aki a császári hadakat vezeti, ezért Fráter Györgyöt ez a Habsburg zsoldos vezér a kastélyában meggyilkoltatja. Tehát én csináltam egy hibát. Tehát ez nem Castaldo, hanem Castaldo. Jó, tehát fas. Meg van cserélve képet. Jó, tehát el is búcsúztunk akkor Fráter Györgytől, gyakorlatilag maradt az ország három részre szakadva. És ez az időszak lesz az a 16. század második fele, ami amúgy nagyon izgalmas, ugye ez a várháborúk időszaka. Ugyanis, mivel három részre van szakadva az ország, mindjárt mutatom is a térképet, a töröknek a nagy célja ekkor az, hogy ezt a középső részt, amit ő ural, megnövelje. Ezért megpróbálja ezt a háromszöget, így, aminek ugye Buda az északi csúcspontja, így folyamatosan kitágítani, és a hódoltsági területet megnövelni, tehát minél nagyobb részt kiharapni az országból. 1541-ben foglalja Pécset, Siklóst, majd pedig 1543-ban, ez nagyon látszik, hogy ugye a Buda körüli területet próbálja megnövelni, Esztergomot, Visegrádot, Székesfehérvárt, bocsánat, kimaradt egy vesző, majd pedig 1553-ban van egy nagyon komoly török hadjárat, amikor ugye elfoglalják Temesvárt, ahol egyébként a török eléggé szószegő módon, amikor a védők már úgy gondolják, hogy nem tudják tartani a várat, szabad elvonulást ígér nekik, ezt a szavát viszont megszegi és lemészároltatják a Losonczy vezette védősereget. Szintén egy heroikus ostrom, ugye Drégely vára, gondoljatok a Szondi két apródja című versre, tessék elolvasni, de ekkor esik el Veszprém, Szolnok, de hogy ne csak rosszról beszéljünk, 1552-ben Dobó István vezetésével viszont az Egri várat sikerül megvédeni, tehát ez a török hódító széria Eger alatt törik meg. A következő nagy hadjárat pedig ugye 1566, elfelejtettem visszacserélni a két nevet, Zrínyi Miklós ugye védi, Szigetvár várát, ez szintén egy nagyon híres filmbe illő ostrom, gyakorlatilag az utolsó ágyugójóig, az utolsó font puskaporig védik a védők a várat, és amikor már semmi más megoldást nem láttak, akkor egy kitörésre rontottak neki a töröknek, és hősi halált haltak a magyar védők. Érdekes ugye, hogy Szulejmán itt Szigetvár ostroma alatt hal meg, hát végelgyengülésben, tehát már nagyon öreg volt, de biztos közrejátszott az is, hogy nagyon sokat idegeskedett, hogy foglaljuk el már végre ezt a várat.
Úgyhogy direkt nem néztem a Szulejmán sorozatot, de ezt a részt direkt megnéztem, és még a török fantasztikus tévés eposzban is látni, hogy ott próbálják meg elfoglalni Szigetvárat a törökök, miközben Szulejmán meghal. El is titkolták egyébként a törökök Szulejmán halálát, mert akkor még nem sikerült bevenni a várat. Tehát ez hasonlóan működött, mint amikor hát hogy is mondjam, a szegényebb sorsú honfitársaink, mikor meghal a nagypapa, még kiültetik az ablakba 2 napig, mert akkor van a nyugdíjnak az ideje, hogy a postás azért még bedobja a csekket. Tehát kb. Hasonlóképpen csinálták a törökök is. Először csak akkor hozták nyilvánosságra Szulejmán halálát, amikor sikerült elfoglalniuk Szigetvárt, mert különben féltek volna attól, hogy felbomlik a sereg. Ezeket a várháborúkat 1568-ban egyébként egy béke erősíti meg, ezeket a hódításokat. Ez a Habsburgok és a törökök között születik, a Hadrianápoliszi béke megerősíti a török foglalásokat. Tehát a Habsburgok, ugye mivel nagyon sok egyéb gonddal vannak elfoglalva, gondoljunk itt a reformációra, a francia berzenkedésre, a 5. Károlynak eleve ugye nagy volt ez a birodalom, tehát ketté osztotta, ugye közben 1556-ban ketté lett osztva a Habsburg világbirodalom, tehát Ferdinánd úgy látja, hogy jobb békét kötni a törökkel, és a török is egyelőre megelégszik ezekkel a hódításokkal, tekintve, hogy meghalt Szulejmán. Jó, itt láthatjátok ezt mindent térképen is, és ezt mondtam nektek, hogy létezett ez a pirosra állítom. Tehát első körben ugye a török ezt a területet foglalt el, és a célja az, hogy ezt így mind nyugati, mind keleti irányban kiterjessze. Illetve Buda körül, ha nézitek, most Esztergom, Visegrád nincs rajta, de Veszprém, akkor kicsit ugye tőle Buda és Veszprém között Székesfehérvár, akkor Szolnok, Drégely, tehát Nógrád, tehát itt egyrészt Buda körül próbálja meg a hódoltság területét erősíteni, illetve délen pedig a felvonulási területét kiszélesíteni. No. Tehát ez volt a gyönyörű, gyönyörű szép. Hát ez volt, amit nektek. Egy ilyen kis antenna ufó fejet. És akkor megyünk is az ismétlő kérdésekhez, remélem minden érthető volt. Következő órán arról fogunk beszélni, hogy gyakorlatilag tényleg az ország 3 részre oszlott. Maradt, úgy hívjuk, hogy Magyarország Gallérja, ugye a magyar királyság, ami Habsburgok Ferdinánd kezén van. Másodiknak maradt az Erdélyi fejedelemség, és ugye a Partium megmaradt részei. Tudjuk, hogy mi az a Partium, remélem, hogy annak idején nem beszéltetek róla, akkor mondom most, jó? Sőt, szerintem nem beszéltünk róla, ez egy fontos szó, jegyezzük meg. Part, ugye részt jelent angolul is, meg latinból jön. Ezek a kapcsolt részek, tehát ezek azok a területek, amik eredetileg, ha megnézitek, a történelmi Erdélyi fejedelemségnek ez a határa itt. Itt, így. Tehát ez a történelmi Erdély, ahol a magyar középkorban az erdélyi vajda uralkodott. Viszont, hogy a török betolkodott ide középre, a magyar királyságnak lettek, de most már elég kaotikus a dolog, úgyhogy mindjárt gyorsan itt egyet radírozok. A magyar királyságnak lettek olyan részei, ilyen keleti részei, amik nem tartoznak a középkori hagyományos értelemben vett erdélyi fejedelemség, erdélyi, bocsánat, akkor még nem volt fejedelemség, a középkori erdélyi területéhez. Viszont a magyar királyságból már nem igen lehet őket megvédeni, mert hát egy ilyen felreállított U betű
formát adott ki, amit ugye gyakorlatilag lehetetlen volt logisztikailag megtartani. Ezért ezek a részek az Erdély fejedelemség részei lettek. Azért hívjuk őket úgy, hogy partium, tehát az Erdélyhez hozzá kapcsolt részek. És ugye ebből harapott ki a török például itt Temesvár környékén egy szép darabot. A harmadik terület pedig, ami ugye létrejött, az pedig a török saját kezelésében lévő hódoltsági terület, azaz a török hódoltság területe az ország középső részén. Az, hogy milyen volt az élet ezen a három területen, ezt majd következő órán fogjuk megbeszélni. Köszönöm szépen, szép napot nektek, itt vannak ismét a kérdések, illetve láthatjátok Izabellát és a csecsemő János Zsigmondot, ahogy kedélyesen csevegnek 1541-ben Szulejmánnal, miközben a törökök. Az ő mosolyuk már jelzi azt, hogy ha-ha, beszélgessetek csak, miközben szépen elfoglaljuk a várat. Tehát ez az a pillanat. Köszönöm szépen.